grillezett marhaszték chimichurrival. Egy nagy csokor petrezselymet aprítógépbe teszünk. Hozzáadunk egy szeletekre vágott csilit, két nagy gerezd fokhagymát és egy egész citromlevét. Sóval és borssal ízesítjük, majd hozzáöntünk másfél deci kukorica vagy olívaolajat. Az egészet addig pürésítjük, míg pesztószerű állagot nem kapunk. A kész chimichurrit félretesszük. A megtisztított marhasztéket durva szemű sóval és frissen tört borssal ízesítjük. A rostlapot tűzforróra hevítjük, kevés étolajat csepegtettünk rá, és ráhelyezzük a húst. Oldalanként másfél-két perc alatt körben kérget sütünk rá. Ha ez megvan, 60 fokos sütőbe helyezzük, és további 10 percig pihentetjük. A forró, szaftos, médiumra sült húst felszeleteljük, tányérra helyezzük, és gazdagon megöntözzük a chimichurri mártással.